Aki az elmúlt hetekben a Szadai Ipari Park bejáratánál működő üzemanyagtöltő állomáson járt, felfigyelhetett egy az épület tetején elhelyezett berendezésre. Az egyedi magyar fejlesztésű, lassú fordulatú generátor a függőleges tengelyű szélgenerátorok legújabb generációja. 2015. február 6-án a térség települési vezetőinek és szakembereinek mutatták be a beruházást, mely hamarosan a Szadai benzinkút csaknem teljes energia szükségletét kielégíti majd. Elvileg képes lesz rá, hogy az áramellátáson kívül egy elektromos kazán segítségével a teljes fűtését is biztosítani tudja, illetve nyáron ugye a klimatizálást a klímaberendezések keresztül szintén. A tízlábas konténerből nyúlik ki, ahogy látják, a szélgenerátornak az oszlop része, és azon arra kerültek felszerelésre a generátort hajtó lapátok, amik a függőleges tengely körül forognak. Ha egy kicsit hátrébb lépünk, akkor lehet látni a napelemeket, amik a konténer déli oldalára, délnyugati oldalára kerültek. A szélenergia kimeríthetetlen megújuló energiaforma. A szélgenerátorok alkalmazásánál környezeti ártalmaktól nem kell tartani. Tömeges telepítésük pedig nagy mértékben elősegítheti az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését. Mindannyian elkötelezettek vagyunk a természeti erőforrások kiaknázásába, és nem abba gondolkozunk, hogy a régi energiahordozókat még jobban vegyük igénybe, hanem minél kevésbé, és a természet adta lehetőségeket próbáljuk kihasználni. Erre jellemző az is, hogy a Szadai képviselőtestület, ugye a jegyző úr elmondás alapján, hogy 2 évvel ezelőtt egy napelem dolgot hozott létre, ami itt az iskolánknak a áramellátását hivatott kiegészíteni, segíteni. A napelemekkel kombinált mobil szélgenerátorról, valamint a szélenergia hasznosításáról a fejlesztő cég ügyvezető igazgatója Rátonyi Zoltán tartott tájékoztatót. Mi 9 évvel ezelőtt kezdtünk foglalkozni a szél munkába fogásával, bár ugye jeles elődeink azok már több száz évvel ezelőtt több száz szélmalmot használtak Magyarországon, azonban most már áramfejlesztésre használjuk ezeket a berendezéseket. Az a összeállítás, amit a üzemanyagtöltő kút tetején önök láttak, ez nagyjából ötvözi azt a tudást, amit mi ebben a témában összegyűjtöttünk, illetve a fejlesztésünk mostani csúcsát jelenti. Ez a berendezés egy mobil berendezés, ezért került a telepítése egy konténerre, amely jelenleg ugyan stabilan és rögzített formában található, de mindenkinek el kell tudni képzelni, hogy körülbelül 3 óra munkával az összes berendezési elemet be lehet tenni a konténerbe, és egy másik helyre át lehet telepíteni. Miért látunk a szélberendezés mellett egy napelemet, ez pedig az ötvözete a két energiafajtának, amelyek egymást jól kiegészítik, és így tudnak egy olyan optimális hozadékot, olyan áramtermelést adni, amely a jelenlegi inverterekkel jól használati árammá alakítható. Ez a rendszer ki van elkészítve még egy hatalmas akkumulátorpakkal, ez 20 darab tároló akkumulátort jelent, amely akár több napra, vagy hogyha a világítást nézzük, akkor is valószínűleg egy napot meghaladó ideig tudna a benzinkút, üzemanyagtöltőkút részére elektromos áramot biztosítani. Egyébként a rendszer az későbbiekben egy oda-vissza mérő órán keresztül fog csatlakozni az elektromos hálózatra. Teljesítményadatokról a szélgenerátor, amit önök láttak, az egy 5 kW-os generátor. Ennek a névleges teljesítménye az 5 kW, amit úgy kell érteni, hogyha magyarországi átlagot, átlagszeleket nézünk, hogy nagyjából 120-130 napon keresztül van olyan erősségű szél, amikor is a névleges teljesítményét tudja leadni, és a fennmaradó többi napon pedig valamennyi termelést fog tudni produkálni. Hogyha ezt egy napra lebontjuk és átlagoljuk, akkor napi 8-10 órás névleges teljesítményen való üzemelést tudunk számolni.
Napelemmel azért van kiegészítve, mert vannak olyan helyzetek, amikor oly csekély szél fúj, hogy az inverter még nem képes a hálózatra feljelentkezni. Ha ekkor kap egy kis támogatást, ez pedig a 2 kW-os napelemből tudja nyerni, akkor ezek a kis szelek is megfoghatók. Így tehát azok a napok, amikor az emberek nem is érzékelik, hogy fúj a szél, hiszen csak szellőcskéről beszélünk, akkor is energiatermeléssel kalkulálhatunk. Ennek a kombi hibrid verziónak a lényege az ebben van, így tudjuk a kis szeleket is megfogni. Aki már foglalkozott korábban esetleg szélenergiával, vagy olvasott cikkeket erről, az tudja, hogy általában a szélberendezések azok vagy nagyon magasra vannak telepítve, vagy pedig erős szél igényük van, nagysebességű szél kell hozzá. Mi olyan berendezést alkottunk, amely elsősorban háztartásoknak, kisüzemeknek biztosít energiaellátást, 5 és 50 kW közötti mérettartományban, azonban ezekhez a modern berendezésekhez már nem kell erős szél és nem kell nagy magasság, így a városokban való telepítése is megoldható. Nagyon sokan rákérdeznek a biztonságos voltára, mivel ez alacsonyra van telepítve, ezért sokkal biztonságosabb, nem kell erős, nagy, drága oszlopokat létesíteni ahhoz, hogy ezt fölhelyezzük. Tulajdonképpen 6 méter magasság az már elegendő számára. A hangját kértem, hogy hallgassa meg mindenki, mivel ez egy hangtalan berendezés, ezért mi úgy mondjuk, hogy ettől városálló. Amivel meg kell barátkozni, az a kinézete, ugyanis ez egy forgó mozgást végző és ezért feltűnő berendezés, de akkor mindenkit emlékeztetek arra, hogy a villanyvezetékeket is meg kellett szoknunk, azoknak a látványát, hiszen az elektromos áram az többnyire légvezetékeken keresztül jut el az üzemekbe és az otthonokba. Úgy gondoljuk, hogy a jövő az mindenképpen az, hogy több szélgenerátort lehet majd látni, akár városonként, vagy akár utcánként, és ezzel kicsit önállóvá lehet tenni az energiatermelést, lehet némileg függetlenné válni, ha nem is az elektromos hálózattól, de legalábbis a számlafizetés nehézségétől. A szélenergiára évről évre csökken. Az alternatív energiaforrások közül ez az egyik legkisebb idő alatt megtérülő beruházás. Amikor az árára kérdeznek rá, én ezt mindig egy kicsit hátrább szoktam sorolni, természetesen van ára ennek is, mint minden gyártmánynak, de talán célszerű azt a számot megjegyezni először, hogy milyen megtérülési időről beszélünk. Mi korábban, amíg nem hibrid rendszert építettünk, hanem csak kizárólag szélgenerátort, 8-12 év közötti megtérülésről beszéltünk. Ez azért ilyen tág határ, mert nem mindenhol fúj egyformán a szél, de úgy gondoljuk, hogy ahol 12 év alatt marad a megtérülés, ott érdemes erről a beruházásról egyáltalán szót váltani és kiszámolni az árát. Az ára pedig azért nem egyszerű, picit autós példával magyaráznám, hiszen egy átlagos autót, legyen mondjuk egy Opel Astra, azt meg lehet vásárolni 4 millió forintért, meg lehet vásárolni 6 millió forintért is. Mind a kettő Opel Astra, de mindegyikben más a felszerelés. A szélgenerátorokat is így lehet árazni, minden helyhez más fajtát kell telepíteni. A generátor az nagyjából ugyanolyan, de az őt körülvevő egyéb műszaki berendezések azok eltérőek. Ezért az ár is eltérő, és minden helyhez speciálisan kiszámolandó. Átlagáról szoktunk beszélni. Egy kilowatt szélgenerátor rendszer kulcsra készen átadva az 1,2 millió forint között valósítható meg. Tehát, hogyha egy 5 kilowattos berendezésről beszélünk, ott nagyjából 6 millió forint a rendszer ára. Hogyha egy 50 kilowattosról, akkor ott egy picivel kevesebb lesz, mert minél nagyobb a berendezés, annál olcsóbbá válik. A rendszer nem igényel karbantartást. Ellenőrzést igényel. Felszoktuk ajánlani a vevőknek, hogy éves egyszeri átvizsgálást azt mi egy csekély összegért vállalunk, de ekkor csak a elektromos bekötéseket, illetve a mechanikai elemek csatlakozásait szoktuk átnézni. Valójában
A berendezés az 25 évre van tervezve, olyan anyagokból készül, amelyek bizonnyal kibírnak 25 évet. Ez alól talán a napelem kivétel, aminél még nem vagyunk meggyőződve arról, hogy 25 évet ki fog bírni, de feltehetően 10-15 év múlva egy teljesítmény próbát annál is végezni kell. A szélgenerátor az minden bizonnyal különösebb gond nélkül fogja a 25 évet leszolgálni. Talán ide vonatkozó információ az, hogy a termékdíj alól vajon mi érintettek vagyunk, vagy valamilyen módon mi nem tartozunk alá. Mi úgy gondoljuk, hogy a szélgenerátor ebben a méret kategóriában, a háztartási kisüzemi méret kategóriában nem termékdíjköteles. Nincsen benne olyan alkotórész, amely amikor a berendezést le kell bontani majd 25-30 év múlva, azt ne lehetne újra felhasználni. Ebben csak újrahasznosítható anyagok vannak. A napelem az, amely tartalmaz olyan részegységeket, amelyet majd, amikor letelt a termelési idejük, azt meg kell semmisíteni speciális eszközökkel. Egyéb iránt a termékdíj úgy gondolom egy 5-6 millió forintos berendezésnél a maga körülbelül 150 ezer forintjával nem képvisel akkora akadályt, hogy ezt ne lehetne elviselni azoknak, akik zölden gondolkoznak és ilyen megoldás mellett döntenek. A berendezés, mely a változó irányú, egyenetlen erőségű szelet is hasznosítani tudja, nincs negatív hatással az élővilágra, mivel a környezeti zajnál halkabb működésű. A Vertigo névre keresztelt szélgenerátor további előnye, hogy viharálló. A rotorlapátok kialakításának köszönhetően nagy sebességű szélben sem tud túlpörögni. Négy olyan alkalom volt Magyarországon, amikor 140 km/órás szelet, sebességű szelet mértek. Nekünk a kísérleti terünk az Veszprém mellett a Bakony dombjain helyezkedik el. Hát ott mindig sikerül a viharos szelet megfogni, viszont bizonyíthatjuk, hogy kiállták a berendezések a vihart. Az első igazi viharpróba mindenki által bizonyára emlékezetes tavalyi március 15-e volt, amikor mi fölraktuk előző nap az akkor még kísérleti stádiumban levő és még burkolattal el nem látott szélberendezést. Büszkén mondhatom, hogy mi tudtuk, hogy másnap vihar lesz, ezért kértük a kollégákat, hogy mindenképpen fejezzék be a munkát, és ember magasságban, tehát ilyen másfél méteres magasságban helyeztük el a generátort, és 146 km/órás szél volt, és hóvihar. Ebben teszteltük, ebben működött tökéletesen a berendezés. Mi ezt tudjuk, hogy ezt a szelet biztosan kibírja, a tervezés az ennél magasabb szélsebességre történt, de ilyen szélsebességet még nem tudtunk mérni. Mint ahogyan azt sem tudjuk, hogy valóban ki fogja elbírni a 25 évet a berendezés, azt tudjuk, hogy a legrégebbi, az 9 éve üzemel, elég mostoha körülmények között, és még nem kellett hozzányúlni. Ráadásul ez egy olyan farmon van, ahol nincsen alternatív árammegoldás. Tehát ott csak abból van áram, amit megtermel a szélgenerátor, az tároló akkumulátorokba gyűjti, és így üzemel a farm fejőgépekkel, világítással és mindennel, ami kell egy család és egy farm életéhez. A súly, méret és teljesítmény aránya miatt egyedülálló berendezés alacsonyra is szerelhető, így ma már bárkinek lehet saját szélgenerátora, akár a kertben, akár a tetőn. Mivel ez egy háztartási méretű kis erőmű, ez önmagában engedélymentes, de mindig célszerű a helyi hatóságokat, építési hatóságot megkérdezni arról, hogyha az adott pontra egy ilyen generátort akar valaki építeni, akkor ahhoz mi a vélemény. Itt szoktak adni egy jóváhagyást, de vannak olyan önkormányzatok, akik ezt direkt tiltják. Rossz példának Siófokot szoktam említeni, ahol azt mondták, hogy szélgenerátort azt nem. Ők nem zöldek, most még, de úgy gondolom, hogy előbb-utóbb mindenkinek egy kicsit azzá kell válni. A Balaton törvény egyébként 9 méter magasságba engedi, hogy fölhelyezzenek szélgenerátort. Siófok ez alól állítólag kivétel. Más helyen pedig úgy állnak hozzá az önkormányzati vezetők, hogy proaktívan segítve a tervezésben, ami esetleg gondot jelent, az az áramszolgáltatónál való engedélykérés,
ami nem is annyira gondot, mint inkább időt jelent. Körülbelül 2x30 nap az az idő, ami rendelkezésükre áll. A tapasztalataink azok vegyesek, van, ahol hamar megjön az engedély, van, ahol nehezebben. Ahol már vannak napelemek, ott egy picit nyitottabbak erre, hiszen hasonló az elektronikai rendszere, mint egy napelemnek. A visszatáplálás azonos módon történik, azonos berendezéseken keresztül. Ez az újszerű elképzelés, hogy hibrid rendszerekben dolgozunk, ez nagyon úttörő. Ez úgy, azt merem én is mondani, hogy ez még eddig nem volt a piacon, pedig úgy olyan adta volna magát. A hibrid rendszereknek az engedélyezése az ugyanúgy történik, mintha egy napelemes rendszer lenne, vagy csak önmagában egy szélgenerátor. Tehát az elektromos művet az fog érdekelni, hogy mekkora teljesítményt kívánunk oda elhelyezni. Van egy formanyomtatvány, oda be kell írni, hogy mi a rendelkezésre álló kábel átmérő, amperszám, stb. És ugyanúgy zajlik az engedélyezése, semmivel sem bonyolultabb, mint csak napelemet vagy csak szélgenerátort engedélyeztetni. A fejlesztő cég termékpalettáján megtalálható hálózatra tápláló és szigetüzemű generátor is, mely nem csak a háztartások, hanem vállalkozások és önkormányzatok energiaköltségeit is csökkentheti, hangsúlyozta Jámbor Lajos, a rendezvény szervezője. Saját önkormányzatunk, illetve más önkormányzatok kapcsán is fölmerült, hogy milyen jó lenne a közvilágítást például ilyen megújuló energiával ellátni. Esetleg ehhez még lehetne kapcsolni egy modern, nagyon energiatakarékos izzórendszert, ugye most nagyon divatos ez a LED rendszer, vannak is ilyen irányú elképzelések, és tényleg jó lenne. Egyetlen egy apró hibája van a történetnek ebben a pillanatban, gyakorlatilag az elektromos szolgáltató, legyen az bármelyik Magyarországon, egy települést közvilágítás szempontjából egy egységnek tekint. Ez azt jelenti, hogy ha van egy 150 lámpatestes kis falucskánk, az is egy egység, és ha van egy, mit tudom én, 5000 lámpatestet birtokló település, az is egy egység. Azért kicsit más a történet, mert egészen más mennyiségű energiát használ a kicsi és más a nagy. Reméljük, hogy ebben is lesz majd egy kicsit az elektromos szolgáltatók részéről rugalmasság, ugyanis mindenütt úgy van képítve a rendszer, hogy transformátor körzetek vannak, amelyek ugye biztosítják az adott résznek az elektromos ellátását. Szada ebben is egy kicsit előbb jár, mint a települések többsége, ugyanis január 1-ével írtunk alá egy szerződést az elektromos szolgáltatóval, hogy transformátor körzetenként egy táv leolvasható rendszerrel mért közvilágítást fogunk üzemeltetni. Annyiban volt nekünk egy kicsit előnyösebb, mint esetleg a többi településnek, hogy talán 2006-ban volt nálunk egy közvilágítás korszerűsítés, ami már lejárt, mert kifutotta az idejét, de úgy lett kiépítve a rendszer, hogy mérhető volt, tehát föl voltak szerelve a mérőórák ezekre a transformátor körzetekre. Szada esetében itt 24 transformátor körzet van, és felszereltettünk annak idején mi 24 mérőórát. Természetesen az elektromos szolgáltató nem volt hajlandó mért áramot számolni nekünk a közvilágításra, általány díjat kellett fizetnünk. Mi beléptünk ebbe a úgynevezett elmű kísérletbe, hogy akkor egy ilyen távleolvasásos rendszert építsenek ki, tehát kicserélik ezeket a hagyományos órákat, és utána, ha igaz, akkor el tudunk jutni odáig, hogy mért áram után tudunk a közvilágítás esetében is fizetni. Ez már egy lehetőséget teremt arra, ha már tudjuk mérni az áramfogyasztást, akkor gyakorlatilag akár ott be is lehet táplálni. Tehát én úgy gondolom, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy akár a közvilágítás is ilyen megújuló energiával használható legyen, működtethető legyen. A rendezvényen a megújuló energiák felhasználásához kapcsolódó pályázatokról is szó esett. Amit lehet tudni, az az, hogy a 2015-ös év az a pályázatoknak a dömping éve lesz. Én mindenkinek azt javaslom, hogy a 2015-ös évben, legalábbis az elején készítse elő úgy a projektjeit, amennyiben ezek önkormányzatot érintő vagy gazdaságfejlesztést érintő projektek, hogy azok azonnal beadhatók legyenek. Mire gondolok? A gazdaságfejlesztésen belül, ami biztosan várható, és ami azt gondolom, hogy passzol is a szélgenerátorhoz,
az a telephelyfejlesztés. Hogyha valakinek van egy bármilyen telephelye, ahogy itt az előadáson el is hangzott, ezeknél a telephelyfelújításoknál ma már kötelező megújuló energiaforrásoknak az installálása a telephelyen belül, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Ezek a telephelyes pályázatok körülbelül május-júniusra várhatóak. Az ipari parkok területén, amit akár magánvállalkozások, akár önkormányzatok üzemeltetnek, az ipari parkok energetikájára ugyanaz vonatkozik, mint a telephelyeknél, azzal a különbséggel, hogy itt lehet nem csak és kizárólag egy ipari park kialakítására pályázni, hanem önmagában is pályázható a megújuló energiaforrásnak a fejlesztése. Ez várhatóan augusztus-szeptember környékén fog megérkezni, vagy fogják kiírni. Az önkormányzatoknak a rendszere, az eddig kialakított rendszere nem nagyon fog változni. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak 100%-os visszanemtérítendő támogatást fognak a pályázatok során allokálni, amelyben elsősorban fűtéskorszerűsítésre, épületfelújításra lehet pályázni, ugyanúgy alkalmazva a megújuló energiaforrásokat. Hazánk megtermelt összenergiájának mindössze 5%-át állítják elő megújuló energiaforrásból, és ennek még csupán 1/5-ét fedezik szélerőművek. Az uniós irányelveknek megfelelően 2020-ig a 13%-os aránya cél, melynek elérésében fontos szerepet kaphat a SZADÁN bemutatott miniszélerőmű is.